Folytatódik a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából elindított sorozatunk. A mai adásunkban az 1951 és 1956 közötti időszakot fogjuk áttekinteni. Milyen részleteket érdemes tudni a tabló alapján? Igen. Az előző tabló alapján volt egy olyan részlet, amikor a kulákokról volt szó. Ugye kuláklista, kulákokkal kapcsolatos bánásmód, hogy így mondjam, és ez tovább gyűrűzött. 1951-ben létrehoztak egyfajta társaságot, hogy így mondjam, ez egy rossz kifejezés, mégpedig annak kapcsán, hogy a kulákokat hogyan és mind kell még a továbbiakban bántani. És erre vonatkozóan készült egy jegyzőkönyv, ami azt mondta, hogy a kulákokat és azok fiait a kemény munkára kell fogni őket. Az altábornagyok katonáknak volt ez a jegyzőkönyv, a határozata, és ettől kezdődően, ez 1950. június 24-én volt, megkezdődtek a katonai bevonultatások a kulák származású ifjak részére. Tehát katonaköteles korban lévő kulák fiúkat hívtak be katonának, és 1951-től ez a munkaszolgálatos, úgy mondjam, kommunista diktatúra ártalom jutott ezeknek az ifjaknak. Tehát munkaszolgálat, és nem kaptak fegyvert, mert megbízhatatlanok voltak, és azt mondta a pártvezetés, hogy a kulák kezében nem adunk fegyvert. Adunk neki lapátot, úgy is mondták egyébként, hogy a lapátos fiúk, és akkor dolgozzanak. Tehát ez volt az ő katonai szolgálatuk? Ez volt az ő katonai szolgálatuk. Ilyen kényszer munkára fogták őket. Igen, katonai szolgálat, katonaruhát viseltek, fegyver egyáltalán nem volt nekik, de az építőiparban nagyon nagy hasznukat vették. Pontosabban ők építettek laktanyákat. Az ország körül lévő szögesdrótnál különféle bunkerokat, különféle állásokat építettek velük, hogy megvédjék az országot a külső hatalom ellen. Hát mitől kellett félni? De nagyon nehéz munkát, fizikai munkát végeztettek velük. Persze voltak mellette olyan lózungok, hogy ez most a haza védelmében, ez most a haza felépítésére, stb. Ilyenekkel foglalkoztatták őket, hogy elfogadják ezt az építőmunkát. Minden nagyobb városban, nagyon sok helyen volt ilyen munkatábor. Itt van egy térkép, ahol felsorolták, hogy hány helyen, számokkal van megjelölve, 50 a legnagyobb. És itt számokkal megjelölve az emlék, illetve azok a helyek, ahol munkatáborok voltak. Székesfehérván is volt, nem csak egy. A környékbeli városokban, kisebb falvakban, nagyon sok felé, például Uzsabányában, ahonnan követ kellett nekik fejteni ahhoz, hogy az építkezésnek legyen anyaga. Akkor az Inotai erőmű építésénél, ugye abban az időszakban, ott is mint ilyen munkaszolgálatos katonákat vontak be, hogy ők a saját maguk erejével. Hát milyen volt a kapcsolat a szülőkkel? Rosszabb, mint a rendes sorkatonai szolgálat, mert ők egyfajta folyamatos munka ellátására voltak befogva. Noha éppen a vasárnapjuk szabad volt, de a többi aztán teljesen kihasználták a nap munkaóráit, egészen késő estig. Jöttek az ünnepek. Haza lehetett menni szabadságra? Nem lehetett. Egy levelet küldtek haza, voltak tréfás megoldások, mert ugye fiatalok voltak, hogy lerajzolták a nyuszit, meg lerajzolták a tojást, hogy hát íme a mi karácsonyunk, ezekre emlékeztetnek. Egy másik ünnep alkalmával mást küldtek haza. Tehát levelezés tulajdonképpen volt, de szabadságra nem mehettek. Csonkaréti Károly szigorúan titkos dandár című könyvében ír le sok mindent erről a munkafolyamatokról. Ezeket a fiúkat úgy is nevezték, hogy C-legények. Ez egyfajta megkülönböztetés volt a
a legénység között, a katonai legénység között. Tehát nem a fegyverrel szolgáló sorkatonáknak volt a megnevezése, hanem a C-típusba, a C-kategóriába tartozó munkaszolgálatosok. Tehát a hivatalos megnevezésben nem úgy nevezték elsősorban, hogy munkaszolgálat, bár az volt, hanem a C betű megjelölésével. Ebben a könyvben felsorolják azokat, akik erre a több évig tartó munkaszolgálatra voltak beosztva. A munkaidő, az előbb már említettem, de az évek száma ugyanannyi volt, sőt, még a két évnél többet, 27 hónapot szolgáló időszak is volt, mégpedig azért, hogy átlapolással legyenek folyamatosan ellátva az építőipar. Tehát még mielőtt leszerelt volna az előző két éves korszak, előző három hónappal vagy korábban hívták be, vagy bent maradt tovább, azaz még három hónappal tovább a katonai szolgálat alatt. Úgyhogy ez egy olyan folyamatos munka volt, amire számítottak az építőipar, és hát elsősorban a honvédelemre szolgáló erők és épületek fenntartására, építésére, új építésére. A C-kategóriás behívás és leszerelés összesítése egy táblázat kapcsán, nem mondom végig, 1951. 7. hó 28-án indult el az első behívás. Ugye az előbb említett 1950-es jegyzőkönyv alapján, ugye 51-ben már elindult, 4300 főt vittek be, aztán tovább 52, 53, stb. 54, 56, 11. hó, mert akkor már más események voltak, amikor megszűnt ez a MUSZ szolgálat, 1951. És összesen a behívottak száma 16.163 fő volt. Most, hogy ez sok vagy kevés, azoknak, akiknek ezt el kellett viselni, sok volt a katonai időszak, és nehéz munkájuk volt. És láthatjuk, amit az előbb említettem, hogy szinte lefette az ország valamennyi részét ez a munkaszolgálatos. Egy másik területre hívnám föl a figyelmet. Egy kicsit korábban, még mint 1951, mert ugye 48-tól már nagyon sokféle volt, és akkor a múlt alkalommal már nem volt alkalom az egyházakra kiterjedni. Egyház üldözés. Tomka Ferenc atya egyház üldözésről írt nagyon sok mindent. Halálra szántak, mégis élünk címmel. Ez egy nagyon sok adattal, nagyon sok dokumentummal megírt könyv. Nem mondanám el a nagyobb részleteket, csak azt, hogy milyen események voltak, amik az egyházakat érintették. Először is a hitoktatást megszüntették az iskolákba. Az általános iskola gyerekek hitoktatására nem lehetett igényt tartani. Aztán, hogy ez ne azonnal szűnjön meg, mégis volt egy kicsi átmenet, én is beleestem ebbe, hogy akkor, amikor valaki hitoktatásra szerette volna a gyermekét beiratni, akkor a szülőt hívták be egy bizottság elé, és akkor ott a bizottság megállapította, hogy engedjük-e a gyermekét a hitoktatásra. És ez negyed óráig tartott személyenként. Kint az udvaron, az iskola udvaron várakoztak a szülők a gyerekekkel, és akkor nagy nehezen egy pár embert, vagy pár szülőnek a gyerekeit megengedték, hogy hitoktatásra menjen. És ezekre a engedélyezett hitoktatási órákra be is küldtek mindig valakit. Hogy tartotta a plébános vagy a tisztelendő atya, akkor mindig beküldtek oda egy olyan pártembert, akinek jegyzőkönyvet kellett készíteni arról, hogy milyen a hitoktatás. Nagyon nehéz időszak volt, szinte félelembe éltünk. És ugye ez kihatott nem csak közvetlen egy családra, hanem a társadalom olyan osztályára is, akik egyházi szervezeteknek voltak tagjai. Volt a szív együttes, vagy nem tudom, mi volt a neve. Tehát a jó szívre való gondoskodás, a helyes nevelésre való gondoskodás, különféle egyletek, nőegylet, legényegylet,
felnőttek egylete, akik egyházi kategóriába tartozó szervezetnek számítottak, és ott természetesen nem csak a Szentmisében hallott dolgokról, hanem a család neveléssel kapcsolatos dolgokat is elmondták, szinte nevelték a családot. Ezeket az egyházi egyesületeket mind feloszlatták. Beszélhetnénk arról, hogy papi egyesületek, különféle ciszter szervezetek, nem tudnám most felsorolni mindegyiket, hanem szerzetes rendeket is feloszlattak azzal, hogy ne jussanak közel a lakossághoz. Ezeknek egy részét, sőt nagy részét internálták. Ez azt jelentette, hogy felszámolták a szerzetes rendet, és akkor ugye volt több internáló tábor, ahova őket összegyűjtötték, ott zárt táborban voltak, nem találkozhattak senkivel, jó néhány hónapig, esetleg évek is eltartottak, és közben próbáltak valamiféle olyan dolgot keresni a környezetében, amivel el lehet őket ítélni, vagy valamiféle olyan dolgot rájuk fogni, rá bizonyítani esetleg, hogy ők nem azt a papi szolgálatot látták el, hanem azon túl valami politikai cselekménybe is belevitték a lakosságot. Tehát egy része ezekben a internáló táborokban sínlődött. Más része, akik ebből kikerültek, mert hát nagyon sokat elvittek, majd egy számot mondok erről, aki nem jutott odáig, vagy olyan kis környezetben volt, hogy ott nem tudott ilyesfajta szerzetes rend kialakulni, azoknak a papi szolgálatát megszüntették. És hová mentek? Ha még a szerzetes rendnek tagja is volt, vagy nem, akkor megszüntették azt a lehetőséget, hogy ő szentmisét szolgáltasson. Nem lehetett nekik ezt tenni. És akkor mi történt vele? Elszegődtek valahova ipáros mellé, vagy mezőgazdasági, állami gazdaságban valamiféle munkát ellátni, hogy fenntartsa magát, és nem végezhetett szentmisét, nem lehetett a hívek közé visszamenni neki. És ez egy ilyen kiüldözött, mint az egyházból kiüldözött személyként élték meg az életüket, és hát ebből adódóan én magam is ismertem olyan szobafestőt, aki a környékünkön végezte a szobafestét nagyon szép rendesen, senki nem tudott róla semmit, csak annyit, hogy minden reggel azzal kezdte a munkáját, illetve a munka előtt, hogy elment a 6 óra vagy 7 órakor kezdődő szentmisére, pont abba a faluba, ahol ő vállalta a szobafestést. Megtanultak aztán ipari szakmákat is, amire szükség volt, és akkor az kisebb segítséggel ellátták. Voltak az úgynevezett békepapok. Ők kik voltak? Igen. A papokat nyilván tartották. És találtak olyan papot is, aki nem nagyon közelítette meg a híveket, és nagyon óvatos volt, és úgy gondolta a pártvezetőség, hogy őket meg lehet nyerni valamire. Őket nem vitték el, nem internálták. Ők nem kerültek egyfajta ilyen bánásmódba, hanem megengedték, hogy a lakosság körébe lássa el a szolgálatát. És ennek fejében lehetőség nyílt arra, hogy például egy templomba egyfajta festést végezzenek el. Nem álltak ők be a párt sorába, de megtarthatták a papi hivatásukat, tehát volt a falunak papja, hogy így mondjam. Egy adat erről az előbb említett internálások. 2500 főt vittek el akkoriban. És hogy aztán ki mennyi időt töltött, ez részletesebben le van írva. És a papok nyilvántartása, ez annyira fontos volt, hogy szinte állandóan nézték, hogy kik hol tartanak. 15.940 fő volt kategorizálva. Próbálták őket bevonni a titkos szolgálatba, hogy adjanak valamiféle információt.
ezért egy bizonyos megfélemlítés is volt, hogy legyen ügynök, és akkor próbálták rábírni, meg próbálták megfélemlíteni, meg minden, és hát nem álltak neki. De volt akinek kötelező leadni, hogy hányan voltak a Szentmisén, meg minden. Hát leadott valami olyan létszámot, amivel nem mentek sokra, de azért állandóan figyelték őket. Volt egy eset, azt majd egy kicsit később elmondom ezzel kapcsolatosan, de hadd mondjak egy-két nevet, hogy kik estek személy szerint ebbe a nagyon nehéz helyzetbe. Elsősorban ugye Magyarország katolikus lakosságú volt, Mindszenty József ugye életfogytiglan, nagyon rossz körül, van olyan kép róla, hogy az ávos két oldalt ül mellette, és hogyha látták, hogy a hercegprímás úr magába gondolkodik, és netán imádkozik, akkor felszólították, hogy fejezze be ezt, stb. Márton Áron, erdélyi püspök, életfogytiglanit kapott. Voltam abban a környezetben, és láttam, hogy mit üveltettek vele. Grőz József, 15 év. Svoly Lajos Székesfehérvár püspök úr is belekerült ebbe. Tabódi István, ha ismerős ez a név, ő Recski tábor rabja is volt. Tabódi István 18 és fél évet ült, büntették meg, és ennyit időt volt kénytelen letölteni. Reformátusoknál Ravasz László, evangélikusnál Ordas Lajos, Kárpát Alján, kérem szépen, Romzsó vagy Rozsma Tódor, görög katolikus lelkész, aztán verések után közepette meghalt. Több ilyen áldozat is van, a könyv nagyon pontos adatokat mond el. Egy másik szintén az egyház üldözéssel kapcsolatos, dr. Szántó Konrád, a meggyilkolt katolikus papok kálváriája. Ez egy kis alakú könyv, de annál több adatot tartalmaz. Több mint 200 személy halála van ebben leírva röviden. Egy esetet el tudnék mondani szintén ebből a könyvből. Vezseny, ez a Tisza mentén lévő település, ahol volt egy plébános, és tartott egy hittanórát a gyerekeknek. 1957. februárjában volt, és amikor ezt befejezte, akkor igyekezett haza a plébániára, a lakására, és addigra már a Tisza gáton kifeszítettek póznák között drótot. És hát ugye ezt nem vette észre, neki ment a kerékpárjával, felbukott, és akkor rátámadt 5 vagy 6 ilyen volt ávós, bufajkás ember, és szinte agyonverték. A kerékpárját bedobták a Tiszába, és valami áteresz közé, őt magát, a plébánost, aki aztán ugye sajnos meghalt, az pedig egy ilyen mocsaras vidék, zsumbékos helyre dugták el. Elindult egyfajta nyomozás, nem találtak semmit, és végül egy évre rá találták meg Martfű közelébe a holttestét, beszorulva valami olyan helyre, ahonnan ugye egy év alatt nem tudta a víz kimosni. Így találták meg, és ez egy eset a sok közül. Ez egy olyan időszak volt, amit más területeken máshogyan kellett elviselni. Ebben az időszakban, 1945-48-tól, stb. Később is voltak olyan események, hogy eltűnt valaki a környezetéből, a családjába. Valami úton, módon nem ment haza, nem találta meg a családja, eltűnt. Kerestették, hát persze a nyomozó hatóságok nem találtak semmit. És létrejött egy kényszer munkatábor Recsken. Ugye ez ott van fönt a Északi középhegységben, Recsken. Ez egy titkosított munkatábor volt, tulajdonképpen a szovjet gulág hatására, annak mintájára politikai kényszermunkások, rabokat gyűjtöttek be ebbe a táborba, és ott dolgoztatták őket. Mit végeztek? Ugye Recsk az a környezet, ahol azt mondják Magyarországon a legjobb aranytartalmú hegység van, de őket nem abba a hegybe vitték, hanem a Zergébe, ahol követ kellett nekik fejteni.
nagyon nehéz körülmények között szinte alig tudtak megélni a kevés ellátás kapcsán. Mi volt az ellátás? Egy rövid korábbi bajtársunk mondta el. Bizonyos nehezebb munkákra összvéreket is alkalmaztak. Az összvérek ellátását rájuk bízták valamelyik rabtársukra, és hát az összvért korpával és melasszal etették. Hát ugye a melasz az a cukorrépa felhasználás, cukorgyártásnak a mellékterméke, hát a korpával összekeverték, és ezt kellett volna adni az összvéreknek. Na de hát a bajtárs megtette azt, hogy titkos módon ruháiba elrejtve, megrakva vitt mindig a bajtársainak, és így az összvérek egy része kimúlt. Nem tudták, hogy miért, de ők azért tudták magukat tartani egy kis nem egészen jó élelemmel. Sokan nem bírták ezt a nehéz munkát, mert ugye kézi munkával kellett kifejteni, kézzel, talicskával, vagy pedig két személyes ilyen sarogjávanak nevezett hord deszkán vitették vele a követ, és aztán csillével fölvitték a vasútállomás, és onnan vitték tovább. Nagyon nehéz körülmények között voltak, erről készült egy könyv is, ugye az Erdei Sándor bátyám, ő maga is rab volt ott, és egyfajta ilyen őrtornyok voltak az őrzésükre. Egy tábor képe van itt lerajzolva, hogy milyen felosztású volt a tábor. Tulajdonképpen fabarakok voltak, fa husángokból, ágakból készült fekvőhely, és volt mellük egy istállat, volt az ávósok részére egy külön lakosztályrész, hát így mondhatnám, ahol ők laktak és vigyáztak rájuk. És hát ugye állandóan egyfajta bezártságot biztosítottak nekik, nehogy megszökjönek. Nehéz lett volna innen kiszökni, de nagyon vigyáztak rá, mert ugye ez titkos volt. Ezt nem tudták a család tagjai, hogy hol vannak, vagy egyáltalán. Mégis történt egy szökés. Egy vasárnap délután ezek az ávosok ott a falusi futballcsapattal meccset viszének, és egy hatfős társaság előre megszervezett módon olyan ruhát kreáltak maguknak, ami meszes volt, koszos volt, és inkább egy ilyen építőipari munkásnak megfelelő kinézetű volt, és amíg volt ez a meccs, addig ők ügyesen, félelemmel ugye kijátszva az őrök figyelmét, mert eldobtak egy valamit, hogyha cigarettacsik, akkor oda figyeljen a rendőr, és addig megléptek a kerítésen. Nem részletezem ezeket a dolgokat, annyit lehet tudni róluk, hogy a hat ember elindult, aztán ott az erdők környékén bujkálva tovább menni. Nem sokáig jutottak egy páran, mert az a rossz bakancs, amiben dolgoztak, föltörte a lábukat, és nem tudtak tovább menni. A hatból végül is aztán ketten maradtak, és megbeszéltek egy 2-3 hét után, pihenő után, hogy itt meg itt fogunk találkozni, és akkor megyünk egyből a határnak, mert az egyik az a határ szélén ismerős volt. És akkor megbeszéltek az időpontot, mind a kettő ott is volt ebben a megbeszélt időpontban, de akkora köd volt, hogy nem ismertek egymásra. És látta egyik is, meg a másik is, hogy valaki ott sétál. Arra gondoltak, hogy ez ellenőrzés. Az egyik szépen nekiindult a határnak, nehéz körülmények között átjutott, és az osztrák rendőrség kezébe ment egyből, és bejelentkezett, hogy ő ki, ott mindjárt az első faluba, és hát nem akarták neki elhinni, de azt mondta, hogy vigyenek el engem Bécsbe, majd ott én szépen mindent elmondom. Természetesen őt bezárták, ugye a rendőrségbe, és ott megkérdezték tőle, hogy na mi volt. És elmondta, hogy van egy ilyen kényszermunkatábor, ott ennyi meg ennyi, de azt hiszem 600-800 személyes volt, és hát ott milyen munkák végeznek, stb. És hát nem akarták elhinni az osztrákok, hogy ilyen létezik. És akkor elküldték a hírszerző embereiket arra vidékre, és azok mentek vissza, hogy igen, van ott egy olyan zárt terület, ahova nem lehet bejutni, és látni lehet, hogy a Zerge hegyoldalba dolgoznak az emberek. No, ekkor elfogadták ennek a Micsnai Gyulának a dolgait, és akkor
hát szabadon engedték, mehetett tovább, és akkor neki sikerült a Szabad Európa rádióban több száz nevet bemondani, hogy kik vannak ott. És így tudották aztán a nyugati országokban, hogy ez mi van, és akkor tudták meg Magyarországon is, hogy az eltűnt személyek hol vannak. Recski kényszermunkatábor. Kérem szépen, hát egy jelenet abból, ami a könyvben benne, a gúzsba kötés. Természetesen sajnálatos módon voltak fenyítések, hogyha valaki nem tudta teljesíteni azt a normát, akkor egyfajta ilyet kapott. Volt másféle is, ezt most nem mutatnám meg. Ez a Recski kényszermunkatábor ma egy élő múzeum. Olyan élő, hogy csak a helyek vannak helyreállítva, tehát ez megtekinthető, és a megszabadulásuk az 1953. szeptember első dekádjában volt, úgyhogy minden év szeptember elején, 15-e előtt, most hogy melyik milyen napra esik, vasárnap, akkor tartanak itt egy megemlékezést, és akkor ezeket a barakokat meg lehet nézni. A falunak van egy temetője. És ebben a temetőben temették el azokat az áldozatokat, akik ez alatt a kényszermunkatábor alatt elhunytak. Kik voltak azok, akik ezt az egészet, hogy úgy mondjam, létrehozták, az egész kommunista világot? Kérem szépen, Sztálin, a zsarnok, könyvet is írtak már azóta róla. Ugye 53. április 6-án halt meg a Sztálin. A gulág rabjai azon lettek figyelmesek ezen a napon, hogy máshogy viselkednek a városba, ahol őket áthajtották reggel a munkára. És nem volt kinn a Sztálinnak a képe. Másik nap meg már kinn volt egy fekete zászló, azt is levették, és akkor kezdtek életre kapni, hogy hoppá, megdöglött. Így mondták, mert annyira olyan zsarnok volt, hogy nehéz munkájuk volt. Sok embernek a halálát okozta, sőt a saját tábornokait is megfélemlítette. Volt, akiket kivégeztetett azért, hogy az ő hatalma minél nagyobb legyen. Ennyit erről az 51 utáni időszakról, ami aztán folytatódott, és sokáig tartott, még azon túl is, hogy 1953-ban ugye nem csak a Recski kényszermunkatábor, hanem a gulág emberei is hazajöhettek, de 1956-ig nem volt annyira sokkal jobb, csupán egy kicsit úgy mondják, hogy ez a személyi kultusz, mert aztán annak nevezték azt a sztálini időszakot, meg aztán a Rákosot is később, hogy a személyi kultusz volt, az egy kicsit alább hagyott. Így jutottunk aztán el egy következő folyamathoz, amit majd egy másik tablón fogunk tudni bemutatni.